de pohár. Ide a fél. Múlt héten voltak ugye Pacomba, testvér településen és onnan. Hamarosan megnyitó, az itteni fellépőket kérjük, hogy sorakozzanak föl. Köszönjük szépen! Ők fognak majd itt fölsorjázni, tehát mindenki oldalt valahol helyezkedjen, és hamarosan egy pár perc és megnyitjuk ezt a csodálatos 2015-ös Sólyhajmáskér Ösküszöröti felvonulást. Kérem szépen, akkor újra szép jó napot kívánok mindenkinek 2015. október 3-án a Sólyhajmáskér Öskü hagyomány szerint most már a második szülőti felvonulásunkon. Hát mély tisztelettel köszöntök még egyszer mindenkit, örülök, hogy ennyien elfogadták a meghívásunkat, és örülök, hogy ennyi csodálatos felvonulót és fellépőt látok itt a körünkben. Én nem is szaporítanám szobába a szót, hanem átadnám a mellettem lévő három polgármester közül Sóly település polgármesterének, Kaptúr Józsefnek a szót. Köszönöm szépen! Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit Sólyi Község Önkormányzat nevében. Természetesen én nem tudok olyan szépen beszélni, mint a kisbíró úr, de azért megpróbálom a gondolataimat átadni önöknek. Nagy nap ez a mai, hiszen három település, illetve Sólyszőlőhegy fogott össze, és döntöttek úgy a szervezők, hogy a mai nap egy közös felvonulást szervezünk, szüreti felvonulás, közel 10 km hosszú útszakaszon, természetesen a megfelelő biztosítások mellett. Ezzel is talán példát mutatva a környező szomszédos településeknek is, hogy van értelme a szomszédos települések összefogásának, hiszen talán ez a jövő, hogy először szüreti felvonulást tartunk, a későbbiekben akár közös bálokat, rendezvényeket, falunapokat. És amikor a szervezőkkel úgy döntöttünk, hogy az idén Sólyba kezdünk, akkor
Én sokat gondolkodtam azon már korábban is, hogy miért volt elhanyagolva a Sólyi szőlőhegy, és azt gondoltam, ettől jobb hely a megnyitó ünnepségre, mint a szőlőhegy, ahol 8 településnek a borosgazdái termelik a legfinomabb borokat, és a következő születik kedves egészséggel el is fogyasztják. Lehet a legjobb helyszín arra, és rangjára emeli a szőlőhegyet azzal, hogy egy ilyen szép és nagy rendezvénynek lehet a nyitó helyszíne. Mint ahogy említettem, 8 település borosgazdái vannak a szőlőhegyen, illetve ha Öskürt, valamint Lipótról is vannak már Mosonmagyaróvár település mellől, így már akár mondhatjuk, hogy 10 településnek a közös rendezvénye a mai. A mai nap szóljon a zenéről, a táncról, a mulatságról, remélhetőleg mindenki otthon hagyta a bút, bánatot, hiszen örüljünk, legyünk boldogak, legyenek újabb barátságok és ismeretségek. Én mindenkinek nagyon szép napot kívánok a mai nap, és további szép napot. Köszönöm szépen! Még egy szóra egy kis figyelmet kérnék, szeretném felkonferálni a Szőlőhegy örökös elnökét, illetve a legidősebb borosgazdát, Árkovics Józsi bácsit, és pár szóra átadnám neki a mikrofont, hogy ossza meg velünk a gondolatait. Nagy szeretettel köszöntöm ezt a kedves társaságot. Örülünk, hogy ilyen nagy létszámmal eljöttetek hozzánk. Az itteni gazdák lázasan készültek, hogy jól érezzétek magatokat. El szeretném hívni a figyelmet, hogy nagyon jó borokat fogtok kóstolni a műsor után természetesen, és nagyon vigyázzatok a következő kilométerekre betartani a szabályokat, és hát ezek a gazdák önzetlenül és szeretettel hozták ide ezeket a borokat, ezek mind aranyérmes borok, amit tavaly voltak aranyérmesek. Jelen pillanatban a szőlő 40%-a körülbelül leszületőt fornak a borok. Mai nap is van legalább 50 személyautó itt, ahol szület folyik, és hát nagyon jó idő van, és azt kimerem jelenteni, hogy ebben az évben nagyon jó termés van, jók a cukorfokok, 17-18 körül vannak, a mennyiség is megfelel, örülnek a gazdák, egész évben hajlott háttal járnak a szőlők között, jelen pillanatban emelfővel, és nektek akarják átadni azt az ajándékot, hogy ízleljétek meg, érezzétek jó magatokat. Nagyon örülünk, hogy ilyen népes társaság jött ide, és mindenkor a rendelkezésekre állunk, tehát olyan is van, hogyha kijöttök hétközben, vannak olyan szőlős gazdák, hogy a pince előtt nem tudtuk hogy elmenni, hogy be ne hívjanak benneteket egy kis kóstolóra. Én tovább nem akarom húzni a szót, utána mindjárt készül egy megállapodás, amit jelen pillanatban írnak alá itt a polgármester úr és a Mazák úr, és közben meg beszeretném jelenteni azt, hogy egy borkirálynő van a hegyen, és itt lakik, itt éli az életét. Zsanettot beszeretném mutatni, és egy nagy tapsot kérnék szépen. Ő sokat dolgozik azért, hogy itt a hegy összekovácsolódjon, és szakmai irányt mutat, és hát ő Kenesén is foglalkozik ilyennel, szépen beépült közénk, és köszönjük szépen és a munkáját, és meg szeretném mindenkinek köszönni a jelenlétét, nagyon boldog napot kívánok, jó egészséget, hosszú életet, köszönöm szépen! Most az aláírásra kerül sor, ami a Szőlőhegy és a Sólyi hegyközség be is, illetve az önkormányzat által megrendelt, illetve leszabályozott tételeket fogják aláírni.
Elteszem őket, majd beütöttem a házat. Kész van, és az lesz. Befejezte, hát mégiscsak három település. Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit Hajmáskér önkormányzat nevébe. Volt egy kis szervezési hibánk, mert azt beszéltük, hogy Hajmáskére majd én beszélek, és kint pedig Ágyán Tamás polgármester úr, de így is tökéletes. Nagy örömünkre szolgál, hogy itt lehet Hajmáskér település és ezen a rendezvényen. Tavaly sajnos ki kellett hagynunk idő hiányában, de én már most azt látom, és azt beszéltük a művelődési szervezőnkkel, hogy igenis ennek hagyományt kell teremteni, és ezt lehet majd tovább fejleszteni. Én külön köszönöm, hogy a Hajmáskéreket képviselő a Nyugdíjas Klub és a Néptánccsoport. Én kívánok mindenkinek szép napot, jó időt. Az időfelelősek mi vagyunk, mert nagyjából miattunk csúszott egy hetet. Most elgondoljuk, hogy múlt héten milyen idő volt, akkor ez Hajmáskérnek köszönhető az az idő. Tehát ennyivel mi is hozzá tudtunk járulni. Kívánok mindenkinek szép napot, jó szórakozást, és bízunk benne, hogy túléljük a mai napot. Köszönöm a lehetőséget. Én is nagy szeretettel köszöntöm minden megjelentet. Nagyon örülök, hogy ilyen sokan összejöttünk Csóly, Hajmáskér és Öskürről. Kaptúr József polgármester úr szavait szeretném ismét felidézni. Ez egy nagyon jó kezdeményezés, hogy a három település együtt megmutatja magát, és én nagyon bízom benne, hogy nem ez az első alkalom, hanem, és nem az utolsó alkalom, hanem a kezdete valaminek, amit ez a három település együtt meg tud mutatni. Én mindenkinek szeretnék a mai naphoz nagyon jó kedvet, mulatozást kívánni, érezzék jól magukat, és várjuk Önöket a menet végén Öskün majd. Köszönöm szépen! Hát figyelem, figyelem, közhírré tétetik. Adjon a Jóisten szerencsés jó napot, mostan kisbíróként emelek kalapot. Először is mondjunk hálát az Úrnak, hogy megtartotta kedves kisfalunkat. Idén is elérkezett a szület ideje, kívánjuk, hogy legyenek a hordóink is tele. Csorogjon a múzs, szóljon hát az ének, s még a híreket mondom, egy kis figyelmet kérek. Hallgasson a szavamra, akiben emberi a lélek, hogy a paripák rögtön majd a lábaikra lépnek. Annyi friss dolgot szelőztet a krónika, alig győzi majd beszívni a kentek orlika. Beköszöntött az ősz, sok esővel, sok széllyel, azért jöttünk felvonulni, hogy ne legyünk széllyel. A naptűzés ontott a szőlőkre meleget, mérnek is cukorfokból a szőlős gazdák eleget. Nem savanyú az idei must, az bőgi a bika, ki kóstolja, majd nem ugrik össze a seggelika. Cukrot is tesz a boros gazda, tölti, oldja, keveri, majd forrás után a bor a lábáról leveri. Arról kellene most már csak dönteni, hogy a vízműnek bort kéne a csőbe tölteni. Inkább a borvirág nyíljon ki az orrunkon, mint a vízkő épüljön a szánkba a foglyukon. Mindenkivel most élőben erős szóval tudatom, felfestettek sok-sok csíkot felezőnek az utakon. Négy sávos lett most a stráda, kár is lenne tagadni, még sima utat se felejtettek el hozzája faragni. Lopás nélkül nem múlik el szép fatornyos falunkban nap, pofátlanul rúg a tolvaj éjjel a valagunkba. Mit vigyen el magával, ez a kérdés eldőlt, mivel úgysem veszük hasznát, lopja el a rendőrt. Bíró úrunk nagy kevélyen büszkén feszít, a bíróné kebleire dülleszti szemeit. A menyecske mindezt tudja, bizsereg is vére, irul-pirul szép orcája, meg a szája széle. Hatalmas pipájából a bíró úr szipákol, mert bizony a tisztesség nem jött el magától. Nem hiába lett ő bíró, ezt kiérdemelte, a bíróné piros arcát csókjaiban fürdette. Hát felkérem szólani a falu bíráját, a bíróné meg mutassa meg a szőrös lábaszárát. Jó napot kívánok! Újra ütött a szőlő órája, s ha jól végeztük dolgunk, a leve már mind benne van a hordó gyomrában. Így hát dolgunk felől akár le is feküdhetnénk, de a szület ünnepe adjon nekünk megmaradáshoz erőt, egészséget, jó kedélyt. Meg kell férfiasan vallanom, hogy szívünk régóta azt az időt várja, hogy kezünk az új borral teli poharat lássa. Ez az idő most már el is jöve, éljen a boristene. Hálát kellene zengeni az idei termésről és a jövő évi megismétlésről. De mivel letisztult bora még senkinek sem lészen, a magasztaló szavakat is feleslegesnek vélem. A szavak helyett jöjjenek a tettek, emelem csutorám arra, amit az elmúlt esztendőbe tettem.
Miután a két kort már leért, elrendeleme pillanattól a bor egész napos ünnepét. Zengenhárt sorjában a dal a borért, ősi szokás szerint mulassuk át az ég. Induljunk, zengjen a nótánk, vigadjon aprél nagyja, mulasson reggelig mindenki, aki bírja. Köszönöm. Na, kedves résztvevők, megindul a bornak a harapása, idei aranyérmes bor, és lényegében ebben a permetező gépből fogom adagolni. Tegnap még a lemosó permetet csináltam benne, egy kicsit kiöblítettem, és sorba megyek, mindenki fogja meg a poharát, és el ne engedje, amíg itt lesz, mert akkor szomja hal, és próbálja megkóstolni és zsűrizni ezt a jó bort. Jó egészséget kívánok mindenkinek! Ha szüret van, bál is dukál, de mindenki ott legyen, jövőre is finom borunk teremjen majd a hegyeken. Elhúzunk mi... Nem zavar! Ki valaki Szőlőhegyre hívna ki, hívna ki. Meghívnám a jó borát, jó borát. El szeretném az urát, az urát. Bár csak engem valaki, valaki. Hordóhelyet fúrna ki, fúrna ki. Meg mondanám én még ki. Nem csinálom hátát! Félre most a bajjal, vigadozzunk, itt ránk nem köszönt a hajnal. Öntsünk a pohárba, öntsünk a garatra hamarosan, gyorsan. Ne álljon előttünk itt a sok bor sorban. Asszonyok, vegyes ki! Ha hozzá kell csak fogni, nem kell, mert elállítom. Bolcs, inkább. Úgyis elállítom. Asszonyok, menyecskék, hozzá kell csak fogni, mert a vidám menyecskének nagyokat kell inni. No de, tisztelt hallgatóság, köztük legyen mondva,
Thank you.
jövőre, de most szálljunk innen tovább, mint a pára a fazékfödőre. Egy év múlva újra jövünk, készítsék a fülüket, ja, de gyorsan van itt még egy igen fontos üzenet. Ha szüret van, a bál is dukál, de mindenki ott legyen, hogy jövőre is finomborunk termünk, azt Isten áldja magukat. Kezdődjük hát most itt a föllépők sora, Zsói jókedve, senki sem mostoha, kisebbek, nagyobbak táncolnak, mulatnak, miket majd a jelenlévői kapcsol Itt fotózzál, hogy látszódjunk is.
minden figyelem köszönjét létezik. Adjon a jó ügyszerűen napot, a kedves tisztalókat. Ugyanis eljövőlet a születnek ideje, kívánok, hogy legyenek a hordóink tisztalók. Sok esővel, sok széllel, azért jöttünk. Arról kéne most már csak dönteni, hogy a vízműnek bort kéne a csövekbe tölteni. Inkább a borvérán nyíljon ki az orrunkon, mint a vízkő épüljön a szánkba a fogjukon. Mindenkivel most élőben erőszóval tudaton felfestették a sok-sok síkot felezőnek az utakon. Négysávos lett már a stráda, kár is lenne tagadni, még a sima utas, mivel úgysem vesszük hasznát, ha lopja el a rendőrt. A bírórunk nagy kevélyen büszkén feszít, a bíróné kebleire dülleszti szemeit. A menyecske mindezt tudja, bizsereg is vére, irul-pirul szép orcája, meg a szája széle. Hatalmas pipájából a bíró úr szipákol, mert bizony a tisztesség nem jött ám magától. Nem hiába lett ő a bíró, ezt kiérdemelte, a bírónő piros arcát csókjai. Órája, ha jól végeztük dolgunk, a leve már mind benne van a hordó gyomrába. Így hát dolgunk felől akár le is feküdhetnénk. Legyen hát csorjában a dal a borért, a lösi szokás szerint mulassuk át ki, aki bírja. Gyere, menjünk oda, játszunk! Jó, 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 játszunk!